Tehát a mai előadáson a máj és a lép, illetve a véna porti anatómiájáról lesz szó. A következő előadáson pedig a máj szövettanát fogjuk megnézni. A máj ugye a legnagyobb mirigyünk, 1,5 kg súlyú normál felnőttben. Két nagy felszíne van, a rekeszbe beleilleszkedő, a rekesz kupolába belefekvő facies diafragmatika, és a zsigerek felé néző facies viscerális. Ugye a májnak a latin neve az a hepar, ezt nagyon sok szó összetételben is nyilván már hallották is, meg majd fogják hallani, hepatológus, ugye, aki a májjal, májbetegségeivel foglalkozik. A két nagy felszíne a máj alsó szélén találkozik össze, ez a margo inferior, és előről még egy nagy hashártya kettőzet húzódik az előső hasfalról a máj felszínére, ami így nem egyenlő, de két lebenyre osztja a májat, egy lobus dexterre és egy sinisterre. A két már említett lebeny tehát nem egyforma, a jobb lebeny az sokkal nagyobb, mint a bal lebeny. Ez a hashártya kettőzet, ezt pedig úgy hívjuk, hogy ligamentum falciforme hepatiszt, ugye sarlót jelentett, sarló alakú kettőzet. Ami még így az előső felszínen feltűnik, hogy így kikandikál az epehólyag, ami vezika biliáris vagy vezika fellea a neve, vagy koleciszta. Ezt elsősorban a kolecisztát szó összetételekben, betegségeknél szoktuk használni. Kolecisztitis, stb. A máj helyzete nagyon fontos, ugye klinikai szempontból, hogy a topográfiailag hogy helyezkedik el. Nyilván már volt több előadás, meg beszélték is, amikor a hasüreget elkezdték bonzteremben, hogy hogy osztjuk fel a hasüregi tájékokat, és a hasfalon ez minek felel meg. Ez ugye klinikai vizsgálat szempontjából nagyon fontos. Tehát a máj legnagyobb részt a jobb hipokondriumban helyezkedik el, az tulajdonképpen ki is tölti majdnem teljesen, és az epigasztriális térségen keresztül áthúzódik kicsit a bal hipokondriumba. A határai felül és alul, ezt úgy nem szokták realizálni általában az emberek, hogy mennyire magasra följön a máj, hogy az ötödik borda közt is eléri, tehát ezen a képen is lehet látni, hogy mennyire magasra följön a máj. Ugye ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy ilyen magasra följön az ötödik borda közig, és alul pedig a borda ívet normálisan nem haladja meg. Pontosan ezzel kapcsolatban a máj vizsgálata is, hogy mivel a borda között, a borda ívet alul normál esetben, normál nagyság esetén nem haladja meg, csak belégzésnél lehet érezni, a máj alsó szélét tapintani, tehát ugye a betegnek, hogyha tapintjuk a máját, mély belégzésnél normál esetben lehet érezni, ki lehet tapintani a szélét. Nyilván, hogyha a máj megnagyobbodik, akkor egészen más a helyzet, akkor nem kilégzésnél is lehet érezni. Ugye ez, amit az előbb mondtam, ez azzal kapcsolatos, hogy amikor a belégzésnél a rekesz leszáll, akkor kicsit nyilván kijön a bordaív alól a máj, és akkor könnyebben lehet tapintani. Hepatomegáliának hívjuk a máj megnagyobbodását. Itt is ugye itt van már is a szó összetétel, hepatomegália, és akkor nyilván sokkal másabb lesz a helyzete is. Nagyon sok képalkotó eljárással is lehet vizsgálni a májat. Ezeket természetesen nem kérdezzük anatómiából, csak mutatom, hogy mennyi minden vizsgáló eljárás van a máj vizsgálatára. Nézzük a másik felszínét, a viszcerális felszínét. Itt már jóval több képlet van, ugyanis középen van egy H alakú barázdarendszer, mert ugye így lehet a H betűt elképzelni, és ugye megmutatom kiemelővel is.
Pillanat. Ezt most nem tudom. Igen. Itt van az egyik, itt van a másik, és itt van a középső szára. Tehát ez a H alakú barázda rendszer, és a középső szárát, illetve ezt a haránt szárát a H-nak, ezt a porta hepatis, a máj kapu képezi, tehát itt mennek be, itt lépnek be a fő képletek, illetve lépnek ki. És a bal oldalán, tehát a kisebb részen két szalagos képletet találunk, és ennek megfelelő fisszúrákat, fisszúra ligamenti venózi és ligamenti teretis. Ugye alul helyezkedik el, itt ezt az előbb nem mondtam, ha visszatérünk ide a ligamentum falciforme hepatishoz, itt lehet látni, hogy alul van egy kis szalag ennek a kettőzetnek az alsó részében, ezt kerek méh szalagnak, ligamentum teres hepatisnak hívjuk. Ez nem más, mint a bal véna umbilicalis elzárodott maradványa. Tehát születés után a véna umbilicalisban már nem jön vér a placentából, és szalagosan elzáródik. Ez a ligamentum teres hepatis, ahol pedig fekszik barázda, az a fissura ligamenti teretis. Ennek folytatásába esik a ligamentum venózum, ami a ductus venosus elzáródott maradványa. Magzati vérkeringésből fogják tanulni, hogy a véna umbilicalis, ami hozza placentából a friss, tehát nem vénás, hanem a friss oxigéndús vért, és tápanyagokban gazdag vért a placentából, az gyakorlatilag a májat éri el először, véna umbilicalis, és közvetlen folytatásában, mint egy átsöntölődik a májon keresztül, nem keveredik a vér legnagyobb része, az úgynevezett ductus venosuson keresztül, és úgy ömlik a véna cava inferiorba. Nyilván mind a kettő véna elzáródik születés után, lesz belőle a ligamentum teres hepatis és a ligamentum venosum. Nem véletlen, hogy ezek nyilván később is egymás folytatásába esnek. Tehát ez a két fisszura. A másik oldalon pedig két nagyon nagy képletet találunk. Egyik a véna cava inferior, ami egy óriási véna, és a neki lévő barázda pedig a sulcus vénae cavae. A másik pedig ugyancsak egy nagyon nagy árok az epehólyag számára, fossa vezicé fellejé, meghívjuk magát az árkot, vagy árkot, ahol fekszik, illetve fossa vezicé biliáris. És most nézzük a középső részt, tehát a porta hepatis képleteit. A porta hepatisban három fő képlet megy, és ezeket majd fogjuk látni szövettanon, hogy mindig együtt maradnak. Tehát ez a három képlet teljesen az egészen a legkisebb ágakig együtt van, és úgynevezett portális triászt képeznek, tehát ez a hármas egység, portális triász. Ezt fogjuk látni szövettanon is végig, egyre kisebb és kisebb egységeket, de ezek hárman mindig együtt vannak. Mi ez a három képlet? Van az artéria hepatica propria, ami a májat oxigéndús vérrel ellátó artéria. Ez körülbelül csak 20%-át teszi ki a máj vérellátásának. A hátsó képlet, ez a véna porté, ez a másik ér, ami pedig ugye a vénás vért hozza, a tápanyagokban gazdag vénás vért a bélrendszer felől, tehát a felszívódott tápanyagokat hozza. Ez teszi ki körülbelül 80%-át a vénás vér, a vérellátásnak ez a vénás vérellátás teszi ki. És a harmadik képlet pedig ez, amit zölddel jelzünk, ez sokszor a tetemben is zöld, élőben is zöld, mert az epehólyagnak a kivezető csöve, az a ductus cisticus, a májnak a kivezető csöve tulajdonképpen, tehát a májból kivezető
Epe vezeték pedig a ductus hepaticus, illetve egészen pontosan a ductus hepaticus communis. Erről még majd fogok képeket mutatni, és a kettő egyesül, tehát a ductus hepaticus és a ductus cysticus egyesül ductus choledochus-szá. Tehát mindig egy epe vezeték, egy artéria és egy véna, azt fogjuk találni végig az úgynevezett portális triászban. Tehát ez a máj kapu. A májkapu fölött és alatt még egy-egy kisebb lebenyt meg tudunk különböztetni. A felső az a lobus caudatus, ez onnan kapta a nevét, hogy a véna porta és a véna cava inferior között egy ilyen kis farkinca-szerű képződmény van, ezt processus caudatusnak is hívjuk, tehát innen kapta a nevét, lobus caudatus, és az alsó pedig a négy szög alakú, ez a lobus quadratus. Most nézzük a máj benyomatait. Ugye nagyon sok benyomatot találunk a viszcerális felszínen, nyilván a többi szervhez viszonyítva. Erről nyilván már beszéltek anatómia órán is, hogy ezek mennyire fontosak a későbbiekben és a klinikumban is, hogy tudjuk, hogy melyik szerv, melyik más szervekkel érintkezik. És itt, hogyha elképzelik, hogy hogyan helyezkednek el ugye a hasüli szervek, nagyon sokszor ezeket ki is lehet találni, tehát nem kell megijedni a kérdésektől, csak ezeket a képeket kell jól belevésni a fejünkbe, mert ki lehet nagyjából találni, akkor is, ha hirtelen nem emlékszünk konkrétan rá, hiszen itt helyezkedik el egy a gyomor, pirórus, majd annak a folytatásában a duodenum. Ez ugye direkt ezen a képen kicsit szét van húzva egymástól, de ezek jobban összefekszenek, tehát a végig a gyomrot, pilórust, mint gyomor részt, és annak folytatásából duodenum is okoz benyomatot a májon. Aztán ugye a vastagbél, itt helyezkedik el a flexura coli dextra, ugye ahol a felszálló és a haránt vastagbél találkozik egymással, és hátul pedig ott van a vese. Tehát ezek mind benyomatot okoznak. A legnagyobb az a impressio renalis, a vese benyomata. Ezt nagyon könnyű meg is találni magán a májon megmutatni, mert tényleg ilyen vese, ilyen bab alakú ez a benyomat, és annak a tetején helyezkedik el ugye a glandula suprarenalis, tehát az impressio suprarenalis. Amit még nagyjából könnyű megismerni, az a bab alakú benyomat alatt lévő impressio kólika, amit említettem, hogy itt helyezkedik el a flexura coli dextra, amit ezért flexura hepatikának is neveznek, mert itt van ez a kanyara a vastagbélnek. És aztán a többi, amit mondtam, hogy gyomor, pilórus, duodenum, azokat itt láthatjuk. Ugye a legnagyobbat nyilván a gyomor fogja okozni, tehát az impressio gastrica. A pilórusnak, mint gyomor résznek a benyomatát annyira nem kell feltételül külön, de az inkább már a lobus quadratusszal érintkezik, és aztán már a jobb lebenybe nyúlik át, az impressio duodenalis nyilván az a jobb oldalon van. És a gyomor folytatásában felfelé pedig itt lenne a nyelőcső, tehát az a bal lebeny ilyen okoz benyomatot. Most jön a peritoneális viszonya a májnak, ehhez azonban egy kis fejlődéstant is muszáj venni. A fejlődéstan ugye a szövettan tantárgy része, de nyilván már észrevették ebben az évben, hogy a szövettan, fejlődéstan és az anatómia mennyire egy egységet képez, tehát nem véletlenül, hogy ezt egy intézetben tanítjuk. Ez nagyon sok helyen nem így van különben külföldön, de nálunk így van, és ez nem véletlen, hiszen az anatómiai viszonyok megértéséhez nagyon fontos a fejlődéstani viszonyokat is megérteni, illetve sokkal könnyebb megjegyezni, hogy mi miért van. Tehát amikor majd fejlődéstant tanulnak, akkor nagyon sokszor eszükbe kell, hogy jusson, hogy hogy néz ki ez már a kifejlett szervezetben, hol helyezkednek el ezek a szervek. Ugye erről nyilván fejlődéstanból is fognak részletesen tanulni. Ezek a képek, ezek a rajzok keresztmetszetet mutatnak, tehát a hasüreget harántban elmetszve. Ugye középen helyezkedik el a bélcső,
jelen esetben itt a gyomor és a gyével jelölve és a folytatásába eső duodenum helyezkedik el középen, és a hozzá menő hashártya kettőzet körülveszi ugye a szervet, majd megy tovább, és így két kettőzetet találunk, az egyik az előső hasfalról megy a gyomorhoz, ezt hívjuk mezogasztrium ventrálénak, mezo az mindig ugye ezeket a kettőzeteket jelenti, és attól függ, hogy melyik szervhez megy, attól függően hívjuk mezo ennek, vagy mezo annak. Tehát mezogasztrium ventrále, hátul pedig a mezogasztrium dorzále megy a gyomorhoz, ugye is itt a viszcerális része, a rétege a peritoneumnak, és körülveszi a gyomrot. Most az előső mezogasztriumba fog belenőni a máj. Ez a kis lila pötty jelképezi. A hátsó mezogasztriumban pedig a lép. Tehát látjuk, hogy a fejlődés legelejétől kezdve gyakorlatilag a máj intraperitoneális, tehát a peritoneum körülveszi. Mindjárt fogom mutatni, hogy egy kivétel van, gyakorlatilag az area nuda, amit mesztelen résznek hívnak, hogy ott nem borítja peritoneum. Fogják tanulni fejlődéstanból, hogy a gyomornak a 90 fokos jobbra forgása az egy kulcsmomentum a hasüreg fejlődése során. Nagyon sok minden emiatt változtatja meg a helyzetét, peritoneális viszonyát. Tehát ezek a nyilak azt mutatják, hogy a gyomor elfordul 90 fokot jobbra, és ezzel húzza magával ezeket a szerveket. Tehát így kerül át a máj a jobb oldalra, a lép pedig a bal oldalra, ugye ez volt az az ábra, és aztán nyilván közben növekednek, és így helyezkedik el, itt már látjuk a nagyobb méretű májat a jobb oldalon. Maga ezek a szalagok, ugye azáltal, hogy a máj ide belenőtt, illetve a lép a hátsóba, ezáltal ez az eredetileg, ha visszamegyek, egy egységes kettőzet mezogasztrium ventrále két részre fog oszlani. Lesz egy olyan, ami az előső hasfalról megy a májhoz, és egy olyan része, ami a májtól megy a gyomor, illetve folytatásába eső duodenumhoz. Az előső rész az a bizonyos ligamentum falciforme hepatis, amit már mutattam, hogy lehet látni, ahogy kinyitjuk a hasüreget, lehet látni. A hátsó pedig az a bizonyos kis csepp lesz, vagy omentum mínusz, aminek az egyik része a máj és a gyomor, másik része a máj és a duodenum között helyezkedik el, tehát ezeket úgy is hívjuk, hogy ligamentum hepato gastricum és hepato duodenale. A peritoneum kettőzetek neve általában nagyon könnyű, ezek a bizonyos hashártya szalagok, mert a nevüket onnan kapják, hogy milyen szervek között húzódnak. Tehát a ligamentum hepatogastricum, az a gyomor és a máj között van, hepatoduodenale pedig a duodenum és a máj között, és a kettőt együtt úgy hívjuk, hogy omentum, vagy kis csepp lesz. Itt lehet látni anatómiai képeken, amit az előbb elmondtam. Tehát ez a hashártya kettőzet, ez a ligamentum falciforme hepatis, alsó szabad szélében a ligamentum teres hepatis fut, és ez aztán szétválik két részre, majd ezt mindjárt mondom a továbbiakat, és ez pedig az a bizonyos omentum mínusz, tehát hogyha kinyitjuk a hasüreget, és a májat kicsit fölemeljük, akkor láthatóvá válik a gyomor és a folytatásába eső duodenum, hogy egy szalaggal, azaz egy hashártya kettőzettel össze van kötve a májjal, ez a kis csepp lesz. És ennek két része van, hepatogastrikum és a hepatoduodenál. Most ha megnézzük, hogy megy ez a kettőzet, illetve hogy veszi körbe a peritoneum a már kifejlett májat, ezt majd órán fogják igazán megérteni, mert ehhez kicsit három dimenzióban el kell tudni képzelni a májat, tehát ez nem olyan egyszerű rész. Tehát ahogy húzódik a kettőzet, ez a ligamentum falciforme hepatis, szétválik két lemezre, és
ezek borítják be gyakorlatilag a májat, a jobb és a bal lebeny, és lehet látni ezt a szélét, mint egy ilyen korona húzódik a jobb és a bal oldalra, ezeket hívjuk ligamentum coronarium, dextrum és sinistrumnak, tehát amik beborítják a lebenyeket. Ezutána visszacsap, tehát ha elképzelik, hogy először a máj ebbe a kettőzetbe belenő, tehát a nagyon egyszerű helyzet az lenne, hogy megy a kettőzet, körbeveszi, és utána megy tovább. Ez egy picit azzal, hogy a májnak ilyen alakja lesz, egy picit megváltozik, de azért annyira nem. Tehát jön a kettőzet, szétválik, ligamentum coronarium, dextrum, sinistrum, majd körbeveszi a májat, visszacsap a viszcerális felszínre. Ez a visszacsapás, ahol ez megtörténik, azt hívjuk ligamentum triangulárénak. A sinistrum jóval nagyobb, de azért másik oldalon is megfigyelhető ez, hiszen háromszög szerűen csapódik vissza a viszcerális felszínre. Ugye látjuk, hogy a bal oldalon itt megy a fisszura ligamenti venózi felé. Itt is lehet látni, ahogy a két lemez ugye fölülről ránézve visszacsapódik. Jobb oldalon viszont kihagy egy elég nagy részt, ezt hívjuk area nudának. Tehát ez a rész, lehet látni, hogy nem így jön a peritoneum, hanem itt csap vissza. Tehát ha most próbálom berajzolni, tehát így jön ezen az oldalon, a másik oldalon pedig így, és itt találkoznak újra. És onnan indul az omentum mínusz, illetve a porta hepatiszt veszi körül ez a kettőzet. Tehát a porta hepatisznál és a fisszura ligamenti, fisszura ligamenti venózinál találkozik össze, és onnan indul az omentum mínusz. Ezt fogom javítani, ezt most vettem észre, hogy ez rosszul van itt írva. Tehát itt a felső részen, ahogy rajzoltam is, a fisszura ligamenti venózinál. Jó. Itt lehet látni egy ilyen modellen is tulajdonképpen, hogy a hashártya hogyan húzódik. Tehát ez a viszcerális felszíne. Itt jön a ligamentum coronarium dextrum és sinistrum. A sinistrum rögtön visszacsapódik, a dextrum pedig kihagy egy elég nagy részt, ezt hívjuk area nódának. És ez a visszacsapódó háromszögszerű rész, ez a ligamentum trianguláre, dextrum és sinistrum. Szagittális metszetben hasonlóan meg lehet ezt nézni. Ezeket sokat fogják, ezeket a szagittális metszeteket a gyomornál, a bélnél, omentum, majus, mínusz, fejlődéstromból is nézni. Itt lehet látni, hogy itt vannak ezek a kettőzetek, tehát a ligamentum falciforme, illetve ez a része, ami kettőzet, a májtól megy a gyomorhoz, ez a ligamentum hepatogastrikum. Ugye az van középen, hepatogastrikum. Jó. Következő a máj vérellátása. Erről már részben beszéltem, hogy kettős vérellátása van, és hát ezt tanulták már nyilván gimnáziumban is. Ugye kap oxigéndús vért, artériás vért az artéria hepatika propriából, amit majd nem sokára megtanulnak, hogy honnan jön, ugye truncus cœliacus artéria hepatika communis ága, és kap tápanyag dús, de oxigénben szegény vért a véna portén keresztül. Tehát ez a kettős vérellátása van, jóval nagyobb a véna porté, az 80%-ot biztosít körülbelül, és méretében is egy jóval nagyobb érről van szó. Itt lehet látni, ez a három képlet, ugye a harmadik volt az epevezeték, ezek mindig együtt futnak, méghozzá a ligamentum hepato duodenáléban. Az, hogy hogyan ágazódik tovább az artéria és a véna, erről a következő eladásban lesz szó, hiszen ezek már inkább szövettani képletek, a vénacentrális, stb. Ezt szövettanon fogjuk látni ezeket az ágakat. És végül pedig, ugye a két artériás és vénás vér, illetve erek, ahogy kapillarizálódnak, ezek összeömlenek, tehát keveredik a két
ellátási terület, és egy vénás elvezetése van a májnak, a véna hepatikákon keresztül, aztán a vénakáva inferiorba fog ömleni és elvezetődni a vénás vér. Az artéria hepatika propriának az elágazódásai, ugye egy jobb és egy bal fő lebeny ága van, de a májat ugye makroszkoposan osztjuk csak fel ezekre a lebenyekre, hogy jobb lebeny, bal lebeny, azonban a vérellátás szempontjából és sebészileg ennek nagyon nagy jelentősége van, úgynevezett funkcionális vagy vaszkuláris szegmenseket tudunk elkülöníteni, ugyanis amikor a májnak egy részét el kell távolítani, akkor pontosan ezeket a szegmenseket veszik figyelembe, hogy egy artéria, egy ág ellátási területéhez lévő lebeny részt tudják eltávolítani. Ezeket nem kell megtanulniuk, tehát nem fogjuk kérdezni, hogy hol van a 7-es, 8-as, stb. Lebeny, de tudjanak róla, hogy sebészileg vérellátás szempontjából másképp van a májnak a lebenyekre való osztása. Ugye a máj ruptúránál is van, hogy el kell egy részt távolítani tumoroknál, transplantációnál, a donorból, stb. Stb. Úgyhogy ez sebészileg nagyon fontos. Itt lehet látni például egy máj ruptúrát, hogy a májnak nagyon-nagyon jó a vérellátása, tehát nyilván egy máj ruptúra az életveszélyes vérzést tud okozni. Ami most egy nagyon-nagyon fontos téma, ami következik, ez a portális rendszer. Ugye a véna portéről volt szó az előbb, és ez tulajdonképpen már egy másik téma, de nyilván a májhoz nagyon komoly köze van, a véna porté rendszere, hogy honnan gyűjti össze a kapuér a vénás vért. Tehát ez az úgynevezett portális rendszer, a véna porté, vagy kapu véna, ugye a páratlan hasi szervek vénás rendszere, tehát gyakorlatilag a gyomor bél traktusból gyűjti össze a vénás vért. Fő gyűjtőterülete alapján két fő érből lesz gyakorlatilag egy 90 fokos szögben a véna lienalis, tehát a lépből jövő véna, és a véna mesenterica superior. És aztán itt van a harmadik, a véna mesenterica inferior, az becsatlakozhat a véna lienalisba, véna mesenterica superiorba, vagy már a véna portéba, tehát annak teljesen változó, hogy hova csatlakozik be. Ezt a bonzteremben is részletesen fogják beszélni, és majd látni fogják, hogy nem nehezek ezek a nevek, hiszen az artériákat ugyanígy hívjuk, a fő artériák, truncus coeliacus, artéria mesenterica superior inferior, tehát ezek a fő gyomorbéltraktust ellátó erek nevei, és nyilván még beleömlik nagyon sok más véna is, véna gastrikák, a véna cisztika és a paraumbilikális vének, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ugye ennek később is óriási következménye van, nem csak funkcionális szempontból, arról mindjárt fogok beszélni, de nyilvánvalóan májmetasztázisokról is hallottak már, hogy rákos betegségnél áttétek képződnek a májban nagyon gyakran, hiszen a vér a bélrendszerből ide megy először, tehát a véna porté szállítja a vért májba, illetve a májon keresztül tud tovább haladni, tehát nyilván a daganatsejtek is oda jutnak el először, tehát gyomorbéltraktusban lévő daganatok, nál nagyon-nagyon gyakoriak a máj metasztázisok. Más daganatoknál is lehet, de a gyomorbéltraktusnál érthető okokból nagyon gyakran a májban indul el a daganat képződés, metasztázis képződés. Itt lehet látni ezeken a képeken, hogy így néz ki egy máj metasztázis. Most a véna porté, amiről még lesz szó majd szövettanon is, meg nagyon sokat fognak beszélni róla bonzteremben, és nagyon sokszor kérdezzük a vénaportét, hogy mutassa meg például a bonzteremben. Ugye még egyszer visszatérve erre a képre, itt lehet látni, ahol létrejön itt a pankrász feje és teste között keletkezik a vénaporté, a véna lienalisból és a véna mesenterica superiorból, és a véna portéra jellemző, erről fogunk majd szövettanon beszélni,
hogy kétszer kapillarizálódik. Tehát a portális keringésnek tulajdonképpen azt hívjuk, amikor kétszer kapillarizálódik a vér. Ezt fogjuk majd látni jövőre, a hipofízisnek is van portális keringése, ott is kétszer kapillarizálódik. Tehát a vénás vér az még egyszer kapillarizálódik, hiszen már egyszer kapillarizálódott, amikor összegyűlt a, például a belegben, és aztán itt még egyszer fog a májban kapillarizálódni. Tehát hozza a felszívódott tápanyagokat a páratlan hasi szervekből, gyomor, bél, rendszer és az összes többi szerv, tehát a lép, a pankrász, stb. És ami funkcionális szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy felszívódott tápanyagokat először a máj kapja, és emiatt gyakorlatilag egy biokémiai gyárnak tekinthető. Nyilván nagyon sok tantárgyból fogják ennek a részleteit tanulni. Tehát, ami most nekünk anatómiában nagyon fontos, és külön tétel is van belőle, ugye a ligamentum hepatoduodenale képletei, vénaporté, portokavális anasztomózisok, a portokavális anasztomózisok. Tehát adott egy véna, ami megy a májhoz, páratlan hasi zsigerekből. Nyilvánvalóan ott, ahol összetalálkozik más vérellátási területtel, ott keletkeznek kis összekapcsoló vénák, ezeket hívjuk portokaváris anasztomózisoknak. Nagyon egyszerű megjegyezni, hogy hol vannak, mert logikus, mert nyilván a szélén van, tehát fölül-alul, felső szélén, alsó szélén, ahol lehetősége van összekapcsolódni más vénás területtel, és elől, meg hátul. Tehát fölül, alul, elől, hátul. Úgyhogy ezeket fogjuk most végignézni. Fölül a nyelőcső, alul a rektális anasztomózisok, elől a köldök körüli, tehát az előső hasfali anasztomózisok, hátul pedig a retroperitonális anasztomózisok vannak. Ezt nagyon jól kell tudni, ezt a négy anasztomózist, ugyanis mindegyiknek van klinikai jelentősége. Általánosságban a portokavális anasztomózisoknak a klinikai jelentősége az az, hogyha nem tud erre elfolyni a vér, mert megemelkedett a portális nyomás, ezt így hívják, megemelkedett portális nyomásnál, akkor nyilván szökőutakon keresztül, azaz ezeken az anasztomózisokon keresztül fog elszökni a vér, és ezek abnormálisan kitágulnak. Kis vénák, ha kitágulnak, akkor pedig nyilván magával hozzák a vérzés veszélyt. Tehát ennek a klinikai jelentősége az, hogy ezekből mindből vérzések keletkezhetnek. Most fogunk a részletekbe menni. Tehát mi okozhat megemelkedett portális nyomást? Leggyakrabban, és Magyarországon sajnos messze leggyakrabban ezzel fognak találkozni, a cirrózis, főleg alkoholos májzsugorodásnál, ugye most már 900 ezer, 1 millió között van az alkoholisták száma Magyarországon, tehát ezzel biztos, hogy mindenki fog találkozni sajnos. Tehát, ha megnézzük, hogy hogy néz ki egy cirrotikus máj, és majd fogok szövettani képet is mutatni róla, teljesen átépül a szerkezete, tehát nem tud olyan simán, úgymond átfolyni a vér rajta, hanem akadályozva lesz, tehát megemelkedik a nyomás, csak nagyobb nyomással tud a májon keresztüli keringés fenntartódni, és bizony ezeken a kis anasztomózisokon keresztül elszökik a vér másik irányba, és ezekből lehetnek a vérzések. Ami még jellemző máj cirrózis esetén, hogy a peritóneum rétegei között megnő a folyadék mennyisége, tehát hasüri folyadék keletkezik, ez is a megemelkedett portális nyomás következménye. Akkor menjünk sorba, tehát fölül, alul, elől, hátul, fölül a nyelőcső körül. Ugye a nyelőcső maga, ezt már tanulták a mediastinum posteriusban, az a véna azigos felé vezetődik el, tehát a véna cava superior felé vezetődik el a nyelőcsőnek a vénás vére. Nyilván itt a kardia körül
a nyelőcső legalsó részéből, pedig a véna porté felé, ugye, amelyre a gyomorból is vezetődik a vénás vér, kettő között kis pici, amúgy teljesen jelentéktelen anasztomózisok alakulnak ki. Ha megemelkedik a portális nyomás, akkor ezek az amúgy jelentéktelen anasztomózisok kitágulnak, és így néznek ki, itt lehet látni endoszkópos képeket, én kitágult anasztomózisokról, ugyanúgy várikszok keletkeznek, nyelőcső diszerek várikszok, mint amit ugye a lábszáron lehet látni, hasonlóan kanyargós, nagyon kitágult erek, főleg az alsó részen, és egy kis ezek nagyon könnyen elrepednek, tehát kis megemelkedett hasúri nyomás, például hasprés, köhögésnél ezekből nagyon súlyos, halálos vérzések jöhetnek létre. Aztán jön az alsó, fölül alul, tehát a rektum körüli. Ezt nagyon részletesen fogják tanulni, és szokták is tudni a hallgatók a vizsgán, hogy a rektumnak a vérellátása ugye három felső, középső és alsó harmadban más-más. A véna porté területéhez tartozik még a felső egyharmad, tehát a véna rectalis superior. Itt ezen a képen nagyon jól lehet látni, 1, 2, 3. Tehát a felső rész még a véna mezenterica superioron keresztül, ugye a véna portéba vezetődik el, az alsó kétharmada pedig a véna cava inferiorba vezetődik el. Tehát megint csak a kettő, ahol találkozik, kis anasztomózisok jöhetnek létre, hogyha ezek kitágulnak, akkor azokból ilyen kitágult aranyeres csomók keletkezhetnek, amikből megint csak vérzés, gyulladás jöhet létre. Viszont tudnunk kell, hogy szemben a nyelőcső várikszokkal, aminek a leggyakoribb oka, messze-messze-messze a leggyakoribb oka a megemelkedett portális nyomás, aranyere azért nagyon sok minden mástól is lehet valakinek, tehát bármi, ami a rektum körüli nyomást fokozza, terhesség, sportolás, ülő életmód, tehát nem csak a megemelkedett portális nyomás miatt van valakinek aranyere. És ennél a résznél még meg kell állnunk egy pillanatra, ugyanis az, hogy a rektum felső egyharmada és az alsó kétharmada másfelé vezetődik el, ennek még egy nagyon fontos klinikai vonatkozása van, a kúpok. Ugye az alsó kétharmadba vezetett kúp, az megkerüli a májat. Tehát nem úgy szívódik fel, hogy a vénaporté felé és a májon keresztül, hanem a májat megkerülve azonnal a szisztémás keringésbe szívódik fel valami. Ami mit hoz létre? Egyrészt gyorsabban hat, hiszen nem a májon keresztül jut el aztán metabolizmus után a szisztémás keringésbe, hanem rögtön a szisztémás keringésbe jut, tehát gyorsabb a hatása. Nem metabolizálódik a májban, tehát sokkal biztosabb a dozírozás. Különösen gyerekeknél nagyon előnyös ugye a végbélkúp használata. Tudjuk, hogy egy kisbabának ugye kanalas orvosságot is beadni, az egy elég küzdelmes feladat. A felét kiköpi, nyelvével kituszkolja, tehát nem lehet tudni, hogy mennyi kerül be, lassabban hat, itt pedig ugye gyorsabban, például lázcsillapító kupoknál nagyon jó hatású. Most, ha tovább megyünk a portokavális anasztomózisokban, fölül, alul, elül, hátul, most jön az elülső rész. Ugye a már említett szalag és a véna umbilikális mentén úgynevezett paraumbilikális vénák kialakulnak, véni paraumbilikális, és a nagy hasi vénákat, meg már tanulták hasfali vénákat, véna epigasztrika superficialis, superior, inferior, ezeket ugye már tanulták, azok pedig nyilván a véna cavák felé vezetődnek el, és a képen látható módon ilyen csillag alakban kitágulhatnak ezek a vénák, ezek a hasfali paraumbilikális vénák akkor, ha megemelkedik a portális nyomás, és ezt hívjuk úgy, hogy kaput medúzé. Ennek a klinikai jelentőségét pusztán az adja, hogy egy diagnosztikus
jelentősége van, ezekből nem szokott olyan vérzés keletkezni, mint a másik háromból. Ugye a medúza a görög mitológiából kapta a nevet, mert így néz ki, ilyen gubancos hajú. És az utolsó csoportja az anasztomózisoknak, a retroperitonális anasztomózisok, tehát fölül, alul, elől, hátul retroperitonális. Ezt is majd fejlődéstannal össze fogják kötni, hogy nagyon sok hasi szerv fejlődés során először intraperitonális volt, és aztán az említett forgások miatt nem csak a gyomorforgás is, hanem a belek is majd forognak, és így egy részük a szerveknek hátratolódik, hátra nyomódik a hátsó hasfalhoz, és másodlagosan retroperitonálisak lesznek. Pankreász, kolon, ascendens, descendens és a duodenum nagy része. Ezek másodlagos retroperitonális szervek. Ezek, mivel fejlődéstanilag peritonális szervek is ide tartoznak vérellátásilag is, ezek mind a véna porté felé vezetődnek el. Viszont itt kis hátsó hasfali vénákkal kialakulnak anasztomózisok, de más retroperitonális szerveknél, amik eredetileg is retroperitonálisak, vesék körüli a gonadális vénák, itt mindenhol kialakulhat a hátsó hasfalon kis anasztomózis, és innen pedig retroperitonális vérzések keletkezhetnek. Most nagyon gyorsan még egy-két másik szervről, az epehólyagról és a lépről beszélek. Az epehólyag, ugye kis hólyagszerű képződmény, 4-5 centi széles, 8-10 centi hosszú. A részeit nem szokták tudni, nagyon sokszor adnak a hallgatók fejet az epehólyagnak. Feje nincsen, hanem egy fundusa van, fundus, korpusz és kollum, illetve aztán az úgynevezett kivezető csöve, a ductus, cisticus. A tárolása, az epe tárolása és sűrítése, ugye a fő feladata, a szövettamból is lesz róla részletesen szó. Amiről egy picit részletesebben kell beszélni, azok az epe utak, az intra- és extrahepatikus epe utak. Fogjuk tanulni szövettamból, de hát nyilván tudják már gimnáziumból is, hogy az epe az a májban termelődik, és ott szedődik össze az úgynevezett intrahepatikus epe utak mentén, ugye egyre nagyobb epe utakba. Ezek elindulnak a kanálikulikból, aztán az intrahepatikus epe utak ductus biliferus, és a végén, amik már valóban makroszkópos képletek, és látjuk is a porta hepatisban, tehát a máj kapuban, a ductus hepaticus dexter és sinister, ezek már a nagy epe utak, kilép a májból, itt lehet látni, hepatikus dexter sinistrel, ami összeömlik, ezeket már extrahepatikus epeutaknak hívjuk, összeömlik ductus hepaticus communissa. Ductus hepaticus communis. És ahhoz csatlakozik a ductus cisticus, tehát az epe hólya kivezető csöve, és ez az úgynevezett közös epeut, ductus choledochus, ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokszor kell tudni megmutatni tetemsétánál is, ductus choledochus, tehát ez a közös epevezeték, ami a ductus hepaticus communis és a ductus cisticus összeömléséből lesz. Azt is kell tudni pontosan, hogy mi a lefutása, és hova ömlik, tehát ha itt ezt folytatjuk, akkor lehet látni, hogy ugye a duodenum középső, felső része között megy, a pars descendens duodenibe hátulról, itt lehet látni, és leggyakrabban a ductus pancreaticusszal együtt az úgynevezett papilla duodeni majornál, vagy fáter papillánál ömlik a duodenumban. Ennek van külön záróizma is, ez a sphincter oddi, a muscus sphincter oddi, ez egy nagyon fontos pont, ez a fáter papilla. Ugye az, hogy közösen nyílik a pankrász vezetékkel, ennek is van jelentősége, hiszen ha megnézzük az epekövek, nyilván epekőről is mindenki hallott már, ugye lehet az epehólyagban is, bárhol az epevezetékek mentén. Nyilván, főleg zsíros ételnél van szükség az epére, tehát inkább akkor vannak a betegnek panaszai, és ilyenkor két dolog lehet, amit mint következmény nagyon fontos
tudni, hogyha ez a kő elakad itt a vezetékben, például ezt az esetet nézve itt, ahol mutatom, akkor nyilván visszafelé megemelkedik a nyomás, és nem tud elfolyni az epe, egy epe elfolyási akadályozás, akadályozottság keletkezik, tehát belemegy az epe a vérbe, vagy megnövekedett nyomás miatt, és sárgaság jöhet létre, erről is fogok majd részletesebben beszélni szövettanon, illetve, megint visszamegyünk, és itt akad el a kő, vagy már a fáter papillában, akkor pedig a pankrászból sem fog tudni elfolyni a pankrász nedv, ott is megemelkedik a nyomás, és egy ilyen kő pankrászban is egy nagyon komoly, úgynevezett akut pankráti tiszt fog tudni létrehozni. És elnézést, egy pár percet még kérek a lép makroszkópiájára, ez nem olyan sok, mint a máj. Ugye a lép, meg nyilván anatómiából, bordszeremben fognak róla beszélni, 8-11 bordák között helyezkedik el, és a 9. bordával párhuzamosan fut a hoztengelye. Normálisan ez sem éri el a bordaívat, nem haladja meg, tehát ha tapinthatóvá válik, akkor egy megnagyobbodott lépről van szó. Ugye a latin és a görög nevet mind a kettőt használjuk szó összetételekben, tehát lien, illetve splennek hívjuk a lépet. A rekeszbe fekvő része a facies diafragmatika, van egy margo superior, inferior, extremitas, posterior, anterior, ugye ahogy fekszik, itt nyilván a hátsó, előső és felső, alsó margóval rendelkezik. A facies visceralis pedig, ugye a zsigeri felszíne, az további három részre osztható aszerint, hogy milyen más szervekkel érintkezik. Van egy facies gastrikája, renálisza és kólikája. A gasztrikán nagyon sokszor megfigyeltük ezek a kis bevágások. A peritonális viszonyok, megint mutatom ugyanazt a képet, amit az előbb, hogy a gyomor forgása miatt ez a bizonyos hátsó kettőzet, a ligamentum, a mezogastrium dorsale két részre oszlik, a ligamentum gastroliénále, a gyomor és a lép között húzód a kettőzet, és a fenikoliénále, a hátsó hasfal és a lép között. Hasonló teljesen, mint amit a májnál elmeséltem, hogy attól, hogy belenő a lép a mezogastrium dorzálira, ba két további részre oszlik. A vérellátás egy nagyon nagy ér megy hozzá, ez az arteria lienalis, és itt egy nagyon fontos klinikai vonatkozást kell megemlíteni, a rép ruptúrát. Ugye azzal, hogy itt visszatérve ugye a bordák között helyezkedik el, és hozzáfekszik a bordákhoz, egy eltörött borda nagyon komoly vérzéseket tud okozni, ezt úgy hívjuk, hogy lép ruptúra, aminek nagyon gyakran tompa hasi sérülés miatt van, vagy autóbaleset, motorbaleset, esés, stb. Rugások, kocsmai verekedés, stb. Ez egy elég gyakori állapot, ugye, hogy egy törött borda vég elrepeszti a lépet, és ez nagyon súlyos vérzést tud okozni, ezt nyilván azonnal meg kell operálni. Úgyhogy ezzel köszönöm szépen a figyelmet, és akkor 11-12 perc múlva pedig a szövettan előadáson várom Önöket. Köszönöm szépen!